Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán Politikai Közéleti Tóksója. A mai vendégem Ürge Forzác Diana, klímakutató lesz. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha tehetitek, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, és akkor láthatjátok a teljes, vágatlan is ennek a beszélgetésnek. Kezdjük! és akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Ürge Forzács Zianát. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a A klímakutató vagy, ez nem biztos, hogy sokaknak mond bármit is, hogy igazából a klímakutató az hol helyezkedik el. Úgyhogy egy olyan kérdéssel szeretném kezdeni, hogy a környezetvédelem kapcsán neked mi az ős élmény? Tehát mi az a legelső emléked az életedből, amikor a környezetvédelem mint szempont egyáltalán tudatosult benned? De először még hadd javítsam ki, hogy én nem szeretem ha a klímakutatónak hívnak, és ezt nem neked mondom, hanem nagyon sokan a médiában elterjedt el, de szerintem az összes klímakutató kolléganő Magyarországon nem nagyon örül, hogy én is klímakutatónak hívom magam, hiszen a klímakutató azért alapvetően az, aki a klímának a fizikai, meteorológiai vonatkozásait kutatja, én pedig az éghajlatváltozásnak a megoldásait kutatom, ami inkább a gazdasági rendszerek, technológiai rendszerek életmódról szólt, egy nagyon más terület. Dolgozunk. Ennek ellenére az éghajlatváltozásra foglalkozom, tehát ilyen szempontból azért nem egy rossz kifejezés. De akkor most mi a professziód megnevezése? Hát elev, alapvetően fizikus vagyok, a doktorim az környezettudomány és környezetmérnökségben van, nagyon nehéz meghatározni, mert alapvetően fenntartható energetikával és éghajlatváltozással foglalkozom, de professzor, a, a középerőbb professzor, ezt tudnám a, talán a legjobban mondani. Oké, okay. és akkor környezetvédelem, mi az ősélmény? Én azt gondolom, hogy az nagyon meghatározó volt az életemben, hogy, hogy a szüleim nagyon sokat vittek kirándulni, és a gyerekkorom az szabadidőm nagy része az ilyen erdőkben telt. És akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen műsor, hogy van egy fantasztikus ötlete, írja meg és küldje be, és akkor emlékszem, hogy én szépen leírtam akkor a, például a szelektív hulladékgyűjtés koncepcióját, amikor erről még semmi szó se volt Magyarországon, egy hát gyerek voltam. Hát szerintem olyan 11-12 éves lehettem, tehát nem, mond, nem árulom, hogy ez mikor volt. Mindenesetre még javában dúlt a szocializmus. Hát nem választották be sajnos ezt a levelet a műsorban, minden én ezt akkor már kigondoltam, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha a lebomló hulladékokat külön gyűjtenénk, és azt, és azt, a talajba beásnánk, és a papírt a szinten külön gyűjtenénk. Jó, azért a papírgyűjtés az volt, de Szóval alapvetően a szelektív hulladékgyűjtést akkor én már megálmodtam. Erre bármilyen visszajelzést kaptál? Semmit? semmit? Semmit, semmit. Hát nem volt nyilván elég média fantasztikus ötlet akkor. Milyen benyomás, voltok a rendszerváltás környékén, illetve akkor már a 20-as éveid elején jártál. Nyilván azért az egy olyan politikai változás, ami felteszem, fölkeltette a te érdeklődésedet is, nehezen lehetett kimaradni belőle. Hogyan tapasztaltad, mikor vetted észre először, hogy itt most valami radikális a politikai átrendeződés zajlik, és te személyesen hogyan élted ezt meg? Hát én ezt hatalmas, hatalmas izgalommal éltem meg. Részben külföldön voltam, részben például, ugye nekem édes, az német az édesapám, például az édesapámnál voltam 89-ben, és amikor ott olvaszt, utaztam a vonaton, és jöttek a nénik, és mentek át, csak azért, hogy akkor lehetett először nekik átmenni a, a, a nyugat a nyugatnémet határon, és, és, akkor kaptak, mint hogy száz nyugatnémet márkát, hogy hát mentek, és akkor mindenkit áramlott oda. Meg hát mondjuk az végig követni azt, hogy azt az iszonyatosan nehéz, nehéz időszakot, hogy, hogy, ugye ő a faltó száz méterre élt, és hogy neki azért mennyire nyomorúságos lett olyan szempontból az élete, hogy, hogy az, a, a, kicsit messzebb élő testvérei az okot maradtak nyugat, a nyugati ö, részen, és miután, miután a fal ö, ledőlt, azután a, addig a testvérei rendszeresen így küldték neki mondjuk a csomagot, meg ezt, meg azt, hogy a kerítésen betolták a banán, de ahogy lement a kerítés, akkor megszakítottak minden kapcsolatot vele, mert úgy megjeltek, hogy úristen, akkor most, akkor most mi lesz, akkor most ezek ide jönnek hozzánk és ezt végigélni, meg azt, hogy, hogy elvesztette például az állását, hiszen ő közgazdász volt, és, és marketingerek, hát ugye kereti rendszerben nem lehetett szociális, nem lehetett marketingnek nevezni, de reklámmal foglalkozott, hát surprise, surprise, ugye a az egyesítés, újraegyesítés után a kapitalizmusban már nem nagyon kellett ez a szaktudás. Tehát ő ott volt még a nagyon termékeny, nagyon jó éveiben, és, és igazából teljesen elkalódott is, vagy hát nem, nem tudta már, az gyakorlatilag már akkor vége volt a szakma életének, és ez egy nagyon nagy tragédia volt ez neki. Ez egy traumának hangzik. Ez egy nagyon ö, nagy trauma volt neki, tehát ilyen szempontból nyilván nagyon ö, szomorú volt ezt ö, átélni, de ugyanakkor ö, olyan szempontból, vagy nagy lehetőségnek láttam, hogy hogy végre itt az idő, eljött az idő, hogy megoldjuk ezt a nagy környezeti ö, problémákat, amikben vagyunk, és ami a szocializmus vitt minket. Ö, az Egyesült Államokban ért engem ö, a rendszerváltás maga és semmi más nem jött át eh, Amerikában akkor a hírekben, csak az, hogy úristen, itt van most a Kelet-Európa az iszonyú környezet szennyezésével, csak, tehát csak a hatalmas gyárkéményeket mutatták, és a, tehát az, hogy itt most politikailag más lett a helyzet, vagy ilyesmi, ez, ez sokkal kevésbé volt a médiában, mint az, hogy úristen, micsoda környezet örökséget visz magával ez a régió, és azt hogy itt az én időm, akkor most végre talán tudunk valamit csinálni ezzel kapcsolatban. Bocsáss meg mielőtt még eljutunk oda, hogy visszajöttünk Magyarországra, mindenképpen veszünk az amerikai évekről. Persze. Azt lehet tudni, hogy 92 96-ig volt a Berkeley, és hogy már mondtam, ez igazából Amerika utolsó nagy korszaka. Te ebből Igen, mit le? Érdekes, én azért ezt nem, nem gondolnám így. De... Hát van, az teljesen nyilvánvaló. Tehát Igen. azok a kihívások, amik mondjuk most érik, vagy akár mondjuk nem tudom, az obama ére alatt láthatóak voltak a Bush korszakról, nem is beszélek. Tehát, hogy, hogy, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy, kulturálisan, gazdaságilag, katonai értelemen is így tovább dominálja a világot. Ebből te ott, a berkeley mit és hogyan érzékeltél? Semmit. Olyan szempontból nem, hogy ö, ö, hogy azért azok a helyek, ahol én voltam, nem csak a Berkeley-n voltam, a ucn kezdtem, és aztán mentem át Berkeley-re, hogy ezek a helyek azért ilyen nagyon különleges intellektuális kis szigetei Amerikának, és itt ott azért egész más a gondolkodás mód, egyáltalán nem volt bennük ez a semmilyen ilyen fölényes érzés, ott is médiát, nem volt időm nézni, a tanulással foglalkoztam kollégákkal De nem Magyarország. <coughs> nem, ahogy elmondtam, engem a, a, a politika soha nem érdekelt, ami, ami érdekelt, az a, a világ megváltása. És Feli, bocsánat, az bocsánat, meg ez nagyon izgalmas. Tehát a világ megváltása érdekel, de Igen, a politika nem. Igen. Hogy lehet a kettőt külön választani? Ö, mert a világnak egy bizonyos fajta megváltásával foglalkozom. És spirituális megváltásról beszélünk most akkor? És spirituális megváltásról nem, beszélünk? Nem, nem, a környezeti megváltásról. A környezeti szennyezés, a környezeti krízis, a, a civilizáció öngyilkossága irányába való útról való letérítésről, ami azt gondolom, hogy sokkal sokkal nagyobb uh, probléma, mint, mint, tehát ez a kis napi politika, meg pártpolitika, szinte, most nem azt mondom, hogy nevetsége, de az <coughs> nagyon nem szerettem ott se a, a választási időszakokat, tehát ott is nagyon zavart, és ettől inkább menekültem is mindig, amikor egymást hülyézik. Én, én mindig a pozitív uh, dialógus, a, a diskurzus, a, az építő, uh, az építő kritika van, amit inkább az együttműködés híve voltam, és konszenzus révén szeretném megoldani a problémákat, és nagyon nem szeretem, amikor egymásnak esnek. Amerikám is én ettől inkább elmenekültem. Miért volt annyira egyértelmű számodra, hogy te gyermeket Magyarországon szeretnél majd szülni és nevelni? Hát először is, amiatt, amit édesanyám próbált beném nevelni, hogy, hogy az ember gyökerei nagyon fontosak, és az ember tartozik valahova, és, és és a, a hazatudata, és, és, és tartoz annak a közösségnek, aki fölnevelt. Ez az egyik meg nyilván a család miatt is. A másik pedig, ha ez nem lett volna, lehet, hogy akkor is, ez, ez az amerikai felsőbbrendűség, ez nagyon nem szimpatikus volt nekem. Nagyon nem szimpatikus volt ez, a, ez az egocentrizmus, tehát hogy hogy annyira minden csak rólam szól, és, és akkor még azt a romantikus elvett, vagy romantikus álmot tartottuk a férjemmel Európáról, hogy itt még más az értékrendszer, hát aztán hazajöttünk, már nem volt más az értékrendszer, de itt még az ember lemegy a sarki boltba. ez bocs, ez a más értékrendszer? Tehát, hogy ö, ö, például nagyon furcsa volt, hogy az emberek úgy abszolút nem segítenek, tehát nagyon nagy a távolság az emberek között, mert a privacy a legfontosabb, a privacy de emiatt annyira individuális, annyira Magányos a társadalom, mivel senki soha nem segít egymásnak, emiatt nagyon ö, izolálódik az ember. Tehát Magyarország is teljesen más lett azóta, de akkor még nem voltak itt hipermarketek, és nem voltak, ö, ö, és, és akkor is sokkal jobban egymásra voltunk ö, utalva, de ezáltal sokkal szorosabbak voltak a családok, sokkal szorosabbak voltak a kapcsolatok, és, és a férjemmel ezt a kicsit romantikus álmot uh, kergettük, hogy fú, hazajövünk, és, és, akkor itt hagyjuk ezt az individualista, egocentrikus társadalmat. Tehát ami, ami abban is megmutatkozik Amerikában, hogy, hogy, hát ez a, ez a nagyon pénzcentrikusság, hogy, hogy például lehet, hogy iszonyat sokat keresnek, de iszonyatosan nincs szabad idejük, mert azért vannak ilyen magas fizetéseik, mert egyrészt nincsen szociális háló, tehát nincsen rendes biztosítás, és így tovább nincs szabadság. Tehát az, hogy elkezdesz dolgozni, akkor az elsőben egy nap szabadságod van, ha már sokkal dolgoztál, lehet, hogy van két hét szabadságod, marha nagy a fizetés, de úgyse tudja az ember élvezni az életet. Ehhez képest egy európai eh, hoz, eh, gondolkodás, ahol lehet, hogy nem keresel annyit, de van időd beszélgetni a, a az édesanyáddal, van időd a gyerekeddel játszani, e, ha beteg vagy, akkor, akkor ha akkor is, ha éppen nincs állásod, akkor azért van egy, e, van egy biztosítási rendszer. Tehát ez minden szempontból annyival szimpatikusabb volt Hát de Euróba. akkor Diana, téged valójában a kapitalista társadalom taszított. <laughs> Ezen sose gondolkoztam, hogy a kapitalista társadalom. Hát azt nem... soroltad föl. De miért? Hát Franciaország is kapitalista társadalom, és Németország is kapitalista hát, társadalom, azért vannak olyan szocialista más... hagyományok, amelyek megfékezték ezeket az ilyen nagyon nyersen szabadpiaci viszonyokat, amiket most az előbb leírtál, akár a foglalkoztatás kapcsán, akár a szociális háló hiánya kapcsán, akár az individualizáltság kapcsán. Hát szerintem az individualizmus az nem hiszem, hogy, hogy köze van a gazdasági rendszerhez. Ez inkább az, hogy minél gazdagabb egy társadalom, annál inkább nem szeret függeni a többitől, mert az, az akkor felelősség, és azt le akarjuk szedni magunkról, csak annak eredményeképpen egyre magányosabbak vagyunk. Térjünk rá az IPCC-re. Ugye a hatodik jelentésnek bizonyos részei már megjelentek, ebből lehet például azt tudni, hogy a másfél fokos ipari forradalom előtti átlaghőmérséklet emelkedésből ilyen 0,95-1,2 fokos hőmérséklet emelkedés már bekövetkezett. Ez egy nagyon fontos megállapítás, illetve az is, hogy még egy alacsony kibocsátási szenárió esetén is 2040-re a teljes másfél fokos felmelegedés beteljesülhet. De ha egy magasabb kibocsátási szenárió következne be, akkor akár 1,9 fokos is lehet az átlaghőmérsékletemelkedés 2040-re. Ugye, hogy mondjam, tehát nagyon nehéz adekvát módon reagálni erre a kijelentésre. Mert hogyha ekkora a probléma, akkor ez azt feltételezi, hogy radikális lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy bármi is megváltozzon. te hogyan látod, hogyan változott meg mondjuk a 2010-es évtizedben világviszonylatban a klíma kérdésnek a komolyan vetsége, vagy pontosabban az, hogy top prioritásként elkezdett menetelni előre a politikai problémalistákon? Én azt gondolom, hogy nem annyira 2010-es, inkább már a 2020, vagy inkább az, az évtized fordulón Igen. következett ez be. Igen, és, és azt gondolom, hogy, hogy a mi jelentésünk volt, a másfél fokos jelentésünk volt talán az első, ami, ami iszonyatos nagy, nagyot durant, és és, és, nagyon megváltoztatta akkor a világot, azóta több kutatásunk is igazolja, hát például ugye azután kezdett el Greta Thunberg is a sztrájkjába, ami aztán egy világméretű sztrájk hullám lett, ez nagyon érdekes, mondom, nagyon ez, és a mi jelentésünk együtt azt látjuk, hogy nagyon sokat megváltoztatott. Tehát alapvetően itt azért nagyon erősen egy alulról jövő nyomás végül is megváltoztatta a politikai retorikát is az üzleti retorikát, igen, az üzleti életben még azért nem annyira látom a tényleges váltást. Ez nagyon pontos szerintem, amit mondta, hogy a retorikát változtatta meg. Mert hogy ugye pont a jelentésétekből az is kiderül, hogy a 2015-ös a COP21-es klímacsúcsnak a valóban történelmi jelentőségű vállásairól is azt mondjátok, hogy nem elégségesek. Tehát ugye ami Barack Obama elnökségének az egyik legkomolyabb eredménye volt, hogy ténylegesen megtörtént egy olyan elköteleződés a másfél fokos hő, hőmérsékletemelkedés megakadályozása mellett, hogy ez sem elégséges ahhoz, hogy megúszunk a klímakatasztrófát. Jó, de azért azt tudni kell, hogy a párizsi megállapodásban, gondolom, azokról a vállalásokról beszélsz, azokat a vállalásokat az országoknak már akkor március körül le kellett adni. Tehát már jóval előbb leadták ezeket, és igazából a, a párizsi megállapodásig nem nagyon, egyrészt módjuk se volt változtatni, másrészt az gondolom, hogy nagyon a tényleg egy történelmi fordulat történt, amit nem annyira várt szerintem senki. Tehát ha bármelyik megkérdezték volna Párizsban, meg is kérdeztek sokat, folyamatosan kérdezték, na mi lesz Párizsban, mi lesz Párizsban, mi lesz Párizsban, és nekünk nagyon diplomatikusnak kellett lennünk, hogy azt mond, ne azt mondjuk, hogy hát semmi. És igazából mindannyiunkat meglepett ez a tényleg történelmi akaratváltás, de akkor azok a már leadott vállalások, azok nem voltak köszönő viszonyban azzal a nagy politikai megállapodással, ami ott született. De azóta ugye azért volt a glázgó is, hogy, hogy igen, de ez a kettő még nincs köszönő viszonyban, hozzuk a vállalásokat jobban köszönő viszonyban a másfél fok a politikai ambícióval, és azért nagyon sok eredményt, jóval közelebb vagyunk, de még mindig nagyon messze vagyunk inkább az a baj, tehát nem az, egy, nem az vállalásokkal van szerintem egyenőre a, a baj. A, baj azzal, hogy egyenőre egy, a megvalósulás egyáltalán nem vagy a vállalások irányába. Tehát az, hogy a tavalyi évben is több mint 5%-kal ment föl a globális széndiokszid kibocsátás. Ahelyett, hogy már régen tetőznie kéne. Ez, ez nagyon nagy baj. És az, hogy, hogy egy részről beszélünk null energiás, meg, meg, meg karma másokról, közben azt mondjuk, hogy legyünk mi a, a légi közlekedésnek a központja. Nem csak Magyarország, de egész Európa, itt, itt, itt tá, építünk még nagyobb repülőtereket, és itt. Annyira skizofrén minden egyes kormány és minden egyes cég, és nyilván minden egyes ember. Tehát még mindig skizofrének vagyunk. Ez a baj, hogy egyrészt hogy nagyon szeretnénk, és komolyan szeretnénk, és komolyan mondjuk. Van, aki lehet, hogy csak dumál, de sokan komolyan mondjuk. De közben mégis azért butaságokat csinálunk. Jó, szállazzuk szét akkor ezeket a problémákat, és szeretném, hogy mindenkről beszélni, mert kíváncsi vagyok a véleményedre. Az első, hogy nyilvánvalóan a legnagyobb probléma ezeknek az egyezményeknek, hogy hát nincs mögöttük finanszírozási háttér. Tehát igazából források fölött nem tudtak rendelkezni, tehát hiába születnek akár megállapodások is, nincsen meg az a fajta hatalom, ami eldönthetni azt, hogy hogyan és milyen formában alakul át tőle a gazdaság. De én nem látom ezt olyan nagyon, én ezt nem így látom hiszen egyrészt azért nagyon nagy finanszírozás van mögött, tehát ez száz milliárd dollárt évente azt vállalták az országok, hogy áttranszferálnak a gazdagabb országokból, a szegény országokból, és enzeknek, ennek a nagy része, ugyan arról szólt a sajt, hogy ó, ez nem teljesül, de hát ebből 80 valahány teljesül, tehát azért ez, azért ez megy. De én azért azt látom, és lehet, hogy ezzel nagyon sokan nem értek egyet, hogy sajnos ezek a ilyen transferek meg segélyek, meg, meg fizetések nem látom, hogy történelmi skálán működének. Tehát most akár az idejövő pénzek, de akár a menő pénz Alapvetően azt jelenti, hogy hiába megy akármennyi pénz Afrikában, nagy része korrupcióba válik. Nem igazán ö, oda fog ö, menni, ahova kellene. Én nem azt gondolom, hogy, hogy pénzt ö, kell adni, hanem ö, nem, nem halat kell adni, hanem hálót. Én nem a pénz, ö, abszolút nem a pénz látom. Sokkal nagyobb baj az, hogy nincs mondjuk egy büntető mechanizmus mögötte. Tehát lehet, egy csomó vállalás van, de ha nem csinálják meg, hát így jártunk. Ez van. Ez nagyobb probléma, de hát nincs világbíróság, nincs. Ö, nincs, nincs semmi útja, hogy szankciókat bevezessünk. Beszéljünk egy picit az ICC-nek a poliszi ajánlásairól. Az egyik ilyen javaslatotok a karbonadóztatásnak a bevezetése, amivel ugye, amivel szemben van egy ilyen kritika, hogy itt kvázi piaci mechanizmusokkal próbálnátok rávenni a szereplőket arra, hogy egy klíma semlegeség szempontjából kívánatos magatartást tanúsítsanak. Szerinted elégséges lehet ez arra, hogy megváltozza ilyen értelemben a gazdaság szerkezete, ami előállítja azokat a foszilis, felzabálja azokat a foszilis energiahordozókat, ami miatt növekszik az átlag hőmérséklet? Én személy szerint most már mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon magas karmadi adót kell bevezetni. Nem hiszek most már, és ezt az utóbbi pár hétben jöttem rá, hogy nem hiszek az emisszió kereskedelemben, hiszen mindig Miért? amikor... Azért, mert az, az, az ilyen kereskedelmi rendszereknek az a célja mindig, hogy hogy minimalizálják a költséget, és, és ennek eredményeképpen mindig ilyen, ilyen alacsonyan függő gyümölcs szedegetés lesz belőle, pedig mindenkinek nullára kell menni. Tehát, hogyha minden egyes fáról az összes gyümölcsöt le kell szednünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy most leszedjük az alacsonyan függőket, mert utána később nem tudunk visszamenni a magasan függő gyümölcsökért. De visszatérni egy picit a karbonadóztatáshoz, Pézzel. hogy mit gondolsz arról a kritikáról, hogy itt kvázi azért itt a nagy szennyezők meg tudják vásárolni a szennyezés jogát, ráadásul pont abból a pénzből, hogy abból a tőkéből, amit a korábbi évtizedek szennyező gyakorlatából halmoztak föl. Tehát ilyen értelemben az erő különbségeket azokat nem csökkenti, hanem bizonyos értelemben konzerválja ez a rendszer. Én azt gondolom, hogy az kereskedelmi rendszerről beszélsz, és abban teljesen egyetértek. Tehát én most már abszolút nem támogatom. Én azt gondolom, hogy ez a rossz út. Az De emissziókeres... a karbonadóztatás miért nem konzerválja ezt szerinted? Az miért konzerválná? Kérdezem. Én nem látom, hogy konzerválná. Az, az rettenetesen fontos a karbonadóztatásnál, hogy viszont a bevételeit, az ebből származó bevételeket, azokat úgy próbáljuk olyan befektetésekbe beletenni, ahol a, a, szociálisan, vagy esetleg máshogy nagyon sérülő, mondjuk kisvállalkozások, meg, meg, a szegényebb tudnak védekezni az így megnövekedett árakkal szemben. Mert ugye ez, ez a fő érv a karmonadó ellen, hogy a szegény, szegények. Igen, de, de Ugye látjuk például most a gázár e, robbanásoknál, olyan jár robbanásoknál, hogy sajnos beléptünk egy olyan időszakba, ahol már nem lesz normalitás. Folyamatosan e, különböző fajta energiakrízisek lesznek, az energia árak folyamatosan liftezni fognak. Ez ellen úgy a legjobb védekezni, hogy nem az energia árat tartjuk alacsonyan, hanem az energia költséget tartjuk alacsonyan. Tehát a karbonabudóból indultunk el. Ha annak a bevételét arra használnánk, hogy ezek, azokat a csoportokat, akik nagyon kitettek az energia, az eznek eredményeképpen energia növekedésre, az, azokat megvédjük fajta beruházásokkal, akkor azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon jó intézkedés. A megújuló problémájáról mit gondolsz? Így itt kettős probléma van. Az egyik az az, hogy sajnálatos mondom, a foszilis energiahordozók sokkal hatékonyabbak, tehát hogy sokkal több energiát lehet belőlük termelni. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy a tárolás az továbbra sem megoldott. Tehát sajnálatos módon a víz, szél, napelő erőművek, vagy elem, tehát napelemek, amiből lehet ö, ö, energiát nyerni, ezek nem elég hatékonyak, és nem lehet tárolni azt az energiát, amit lehet belőlük nyerni. Emiatt is van egyfajta fosszilis függőség a világnak. Erre a problémára szerinted mi lenne a megoldás? Azt nem mondom, hogy nem hatékonyak, csak nem olyan koncentráltak. De az nem feltétlen baj, hiszen igazából a nagyon koncentrált energiaforrások azok ugyanúgy, ahogy uh, azok nagyon koncentrált uh, politikai és gazdasági struktúrákhoz is vezetnek. Tehát például az, hogy, hogy az olaj, a gáz, az atom az ennyire uh, nagyon koncentrált a nefők forrás, erre épült egy ilyen nagyon koncentrált ipari struktúra, ami olyan gazdasági és politikai érdekeket eredményezett, hogy ezért tudjuk iszonyú nehezen megváltoztatni, mert, mert ezek nagyon, nagyon erős pozícióban vannak. Egy megújuló energia, ami sokkal diverzebb, sokkal diffúzabb, sokkal kevésbé koncentrált, általában sokkal demokratikusabb energiarendszert eredményez, sokkal kevesebb, nagy, erős játékos van a piacon, általában szerintem sokkal kompatibilisebb egy, egy tényleg egy, 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 egy demokratikus Berendezkedéssel. Ha összekötjük mondjuk az épületeket, akik már remélhetőleg a saját energiájukat megtermelik, és az autót, ami esetleg akkor jobban ennek az energiának a tárolására lesz felhasználva, akkor a sok és egyszer itt fúj a szél, de akkor lehet, hogy ott nem süt a nap, ahol süt a nap, lehet, hogy éppen nem fúj a szél. Tehát összességében ezeket a, a nagyon divers igényeket és a divers termelést már sokkal jobban lehet irányítani, és azt gondolom, hogy kiegyensúlyozni. Másik pedig a hatékonyság. Sokkal kevesebb energiaigényből meg tudjuk csinálni egy sokkal magasabb életszínvonalat. És ez erre példa, példa a passzív ház, amit mondtam, 90%-kal kevesebb hőenergiából simán nagyon kényelmes hőmérsékleti szinten, sőt kényelmesebb hőkomfortos szinten lehet tartani az épületeket. Amit jelen pillanatban megtermelünk energia, annak én azt gondolom, hogy legalább az 50-70 százaléka igazából nem szükséges, meg tudnánk ugyanazt, amit csinálunk, sokkal kevesebből oldani, hogyha jóval okosabban csinálnánk, csak ahhoz rendszer szintű átalakítások kellene. Az energia egyenlőtlenségeket hogyan tudnák kezelni az általad leírt rendszer? Én nem hiszem, hogy a kettő összefügg hiszen itt, itt, alapvetően lokális, meg a közösségekben való megoldásokon gondolkozunk. Én azt gondolom, hogy ilyen decentralizált energiarendszerekben gondolkozunk, de ugyanez a megoldás nagyon jó megoldás ezekben az országokban is. Sőt, már látjuk is, hogy ott is ezek nagyon jelentősen kezdenek elterjedni, hiszen gyorsabban meg lehet, föl lehet építeni egy csomó kis naperőművet, mint megépíteni akár egy atomerőművet, akár egy színerőművet, és, és, az, a hálózatot kivezetni az összes kis faluig, meg az összes kis farmig. Ráadásul azért sem kérdés, mert ma a napenergia a világ legtöbb országában ma a legolcsóbb energiaforrás. Tehát azt, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy na milyen erőművet építsek, és csak tényleg nem szubvenciók, nem, nem gazdasági torzítások alapján, hanem csak a költség alapján gondolkozik, akkor még a kevésbé napos országokban is a napenergia a legolcsóbb ö, ö, energetikai ö, beruházás, úgy érte, hogy egységnyi megtermelt energiával nézve. Paksot nem lehet kiváltani napelem parkokkal. Én nem vagyok ebben olyan biztos. Igen? Én azt gondolom, hogy, 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 hosszú távon ki lehetne. Milyen távlaton szerinted? Az a baj, hogy most tényleg ennek a modellezésével én nem foglalkoztam, úgyhogy ez, ebben nem akarok nagyon beleokoskodni. Az alapján mondom, azok olyan kutatások alapján, amik mondjuk nem Magyarország, de általában a világ legtöbb részét megnézték, és nincs ki lehet váltani az atomerőműveket, úgy is, hogy nem szénerőmmel vagy gázzal. Egy, egy ideig lehet, hogy gázzal, de, de anélkül is most már ki tudjuk váltani. De én mondom, én soha, soha nem azt nézem csak egyedül, hogy honnan tudnánk a következő kilovatórát megtermelni. Először mindig azt kell megkérdezni, hogy hogyan lehet a következő kilovatóra megtermelését elkerülni. Visszatérve az atomerőmű kérdéséhez, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas konfliktusa most igazából Európának, hogy utaltál rá, hogy Franciaországban atomerőmű építések voltak, 70 80-es években ezek állami beruházások voltak, és ugye Macron elnök most deklarálta azt, hogy szintén újabb atomerőműveket terveznek majd építeni, és ebből akarják fedezni az energia szükségleteiket. Németország közben pedig ugye be záratta az atomerő műveit, amit egyrésztről üdvözöltek a különböző zöld mozgalomok, másrésztről kritizálták azzal, hogy viszont így a foszilis energia felhasználása fog rohamosan növekedni majd, és bár nyilvánvalóan az atomerőműnek vannak hosszú távú következmények, amelyeket nagyon nehéz kezelni, de jelenleg bizonyos értelemben a leg zöldebb energia abban a szempontból, hogy, hogy nagyon kevés foszilis energia égetésével, sőt, igazából nulla foszilis energia égetésével alkalmas arra, hogy fedezze a hatalmas energia szükségleteit a társadalmainknak. Erről az ellentmondásról, az atomerőmű és az atomenergiának erről a kétartóságáról, te mit gondolsz? Hát én ugye fizikus vagyok, és nagyon sokáig pakson dolgoztam, és, és sokat fog, sőt a szakdolgozatomat atomhulladék elhelyezéssel kapcsolatban írtam és nagyon sokáig teljesen atomerőmű ö, párti voltam, egészen addig, amíg Los Angelesben meg nem láttam egy hirdetést a Los Angeles Times-ban, egy két oldalas hirdetés volt, és ö, arról szólt a hirdetés, hogy ugye a Jukka hegységben terveztek egy, egy mély ö, tárolót, egy ö, hegységbeni mély ö, tárolót, amiben a, a kiégett fűtőelemeket tárolták volna, és az volt a, a, a hirdetésnek a tárgya, hogy olyan művészeti ö, alkotásokat vártak, hogy pályázzanak a, a művészek, amivel valahogy tudják közölni, még ha marsról ide jönnek marslakók, akkor is megértsék, hogy itt van, ami nagyon gáz van a földben, és itt inkább ne kezdjenek el ásni, meg ne kezdjenek el itten semmit ö, ö, cicózni a, a, a geológiával. És akkor így, akkor így elgondolkoztam, hogy hogy úristen, hát igen, itt most tényleg... Ö, itt nagyon sok generációra tönkre teszünk nagyon sok mindent, hogy hogy most ezt azt szabad-e. Én azt gondolom, hogy nem szabad az egész környezeti krízist egyetlen egy problémára le szűkíteni. Nem csak éghalati válság van, hanem egy nagyon súlyos környezeti válság van. És sosem szerettem azokat a technológiákat, amik arról szólnak, hogy miért marci hevesen, és majd a gyerekeink fizessék a cekhet. Az atomenergia erről szól, hiszen nem csak, hogy még mindig és ez nem akarom, nem örülök, hogy a mondtad az éveket, de mindegy, sok évvel ezelőtt írtam a, a, a szakdolgozatomat, azóta sincs megoldva az, a fűtő fűtőanyagoknak a biztonságos tárolása, és sosem lesz, hiszen a második, a, a második főtétele alapján minden egyre inkább, minden egyre nagy, nagyobb entrópia állapot felé megy. Tehát ahhoz, hogy koncentráltan tartsuk azt, azt a hulladékot, ahhoz folyamatosan energiát kell befektetni, tehát folyamatosan pénzt kell befektetni. Tehát és az mindig ki fog akarni jönni, és előbb-utóbb ki is fog. Tehát nem volt még olyan rendszer a Földön, ami nagyon-nagyon-nagyon sokáig pontosan ugyanúgy maradt, pontosan a termodinamika a második főtétele alapján. Tehát ez azt jelenti, hogy mi a gyerekeinknek, nem csak a gyerekeinek, hanem generációk százának adjuk a botot majd, hogy te most ezt intézd, és vigyázz erre, csak azért, mert mi majd egy kicsit jobban akartunk élni. Paks kettős hiba lenne? Én azt gondolom, hogy paks kettős hiba lenne, igen. Szerintem világszerte most nem. Mondjuk a magyar, magyar Magyarország egy kicsit nehezebb olyan szempontból, hogy Franciaországnak azért ott van, sokkal szelesebb környékei vannak, sokkal délebre van, sokkal több talán a napenergiára, a napenergia potenciája, vannak olyan területei, ahol több, több biomasszát tud termelni. Tehát összességében azt gondolom, hogy jobban meg van áldva megújuló energia forrásokkal, mint Magyarország. Magyarország sajnos azért összességében viszonylag szegény a megújuló erőforrásokban. Ennek ellenére nagyon, viszont mi nagyon meg vagyunk állva energia hatékonysági potenciállal, mert az épületparkunk az egyik leghatékonytalanabb valószínűleg a világon, és ugye ez a szocialista örökség, amire sajnos most is egy picit ráteszünk azzal, hogy erre nem, ezt nem priorizáljuk de hatalmas lehetőségek vannak még az energia igények csökkentésében, anélkül, tehát úgy, hogy nem az kézisba megyünk, hanem még életminőséget javítunk. Ha iszonyúan elkezdenénk priorizálni az épületek felújítását, ez olyan, olyan fantasztikus egyéb politika és egyéb dividendekkel járnának előnyökkel, tehát tényleg nem függnénk az orosz gáztól, az ukrán helyzettől, vagy sokkal kevésbé függenénk az energiaszegénység kérdését megoldanál, mert nem lenne többet olyan család, aki nem tudja megengedni magának, hogy eléggé felfűtse a házát, mert szinte semmiben nem kerül gyakorlatilag egy, egy nullenergiás ház, vagy egy passzív ház felfűtése, vagy legalábbis nagyon kevese, kevésbe. Én azt gondolom, és az lenne nagyon fontos, hogy egyszerűen gondolkodjunk úgy az épületekről, mint energetikai infrastruktúra. Tehát nem az, hogy az az embernek a kis magántulajdona, ne úgy gondoljunk rá, mint mondjuk erre az asztalra, vagy erre a bögrére, hanem itt ugyanolyan energiainfrastruktúra, mint a távvezeték hálózat. És ha ugyanabba a kategóriába tartozik, tehát ugyanúgy közpénzből és közérdeknek tartjuk, hogy azt, mondjuk azt fel kell, hogy, hogy a, nem, nem, egy új erőművet kéne megépíteni, hanem helyette, ha ezt, ezt az infrastruktúrát felújítjuk, akkor nem kell erőművet építeni, akkor, akkor, akkor egyrészt megoldnánk az energiaszegénység problémát, vagy az energiafüggőség problémát, és még nagyon sok a szociális problémát, még nagyon sok egyéb problémát, csak politikailag az a nehézebben, és azért nem lesz ebben koncepciós, azért nincs sehol a világon, de egyébként érdekes volna, és nem érdekes volna, mi kutatásaink alapján, amikor a Fidesz kormányt újra választották, akkor, akkor be, bejelentették, hogy, hogy az egész magyar épületállományt föl fogják újítani, és átlag 60%-os megtakarítást fognak, energiamegtakarítást fognak elérni. Sajnos utána azok az államtitkárok, azok azok lecserélődtek, de azért, mert ezt nagyon nehéz politikailag felvállalni, hiszen arról van szó, hogy minden évben pár családnak, hiszen ez hosszú ideig fog tartani, egy évben maximum az épületállománynak egy 2 át maximum 3 át lehet felújítani, tehát a négy éves ciklus alatt mondjuk a családoknak eljutottam legjobb esetben 12 százalékához, de inkább kevesebbhez. Ha ugyanazt a pénzt kiosztam egyenlően, és mondjuk egy rezsicsökkentést csinálok, vagy, vagy bármilyen, vagy, vagy ástoppot, vagy akármi csodát, sokkal jobban elérek több választót. És emiatt a sajnos politikai uh, probléma miatt egy ország sem merte még ezt felvállalni, hiába tudjuk, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Én azt gondolom, hogy, hogy ebbe lehetne indulni, ha meri odaállni egy kormányzat, de nem fog, mert nincs olyan kormányzat, ami ne a jelenlegi nagy ipari érdekek befolyása alatt állna, és ezt most nem negatív értelemben mondom, de természetes, hogy, hogy a politikai és gazdasági érdekek valahol össze és a jelenlegi gazdasági érdekek nem fogják azt mondani. És pontosan ezért nehéz a megülő energia elterjedése, hiszen, ahogy mondtam, ez egy decentralizált, egy nagyon demokratikus dolog, emiatt föl van szalámizva, emiatt sosem lesz egy nagy Központi cég, ami azt mondja, hogy ebbe az irányba kell menni, mert mindig sok picike PV gyártó, felszerelő cég van, tehát ezek a, a decentralizált energiaforrások sajnos sose fognak olyan politikai erőkoncentrációval rendelkezni, mint, mint a nagy koncentrált foszilis energiaforrások. És emiatt nagyon nehéz, mert nekik nem érdekük. Nyilván a vannak, nem érdeke az, hogy leszigeteljük az épületeket, és emiatt. Hát emiatt egy országban se történik meg, és nem tudom, hogy ezt a politikai uh, gordiuszű csomót hogy lehet átvágni. Az IPCC jelentéseiben következetesen emberiség által okozott klímaváltozásról beszéltek, és nagyon kíváncsiak a véleményre arra vonatkozom, hogy valóban itt az emberiség egészen tehető -e felelőssé, vagy pedig bizonyos típusú gazdasági formák és termelési formák. Mire gondolok konkrétan? Ugye van olyan kutatás, ami azt mondja, hogy 20 cég felelős több mint egy harmadáért 1965 óta a károsanyag kibocsátásnak, de ugyanígy, ahogy már korábban idéztem az Oxfam jelentését, ott a leggazdagabb 10% volt felelős a 2015-ös kibocsátások kb. feléért. Tehát, hogy itt van egy nagyon erőteljes összefüggés látszólag a kapitalista termelés és a klímaváltozás között? Lehet-e beszélni klíma szabályozásról anélkül, hogy beszélnénk a kapitalista termés szabályozásáról? Én azt gondolom, ez két teljesen külön dolog. Lehet, de azt gondolom, hogy két teljesen külön ok miatt, nem emiatt. És amiatt nem, hogy az egyik szintén meg legnagyobb, legfelelősebb terület, az pont a, for, a, volt szocialista országok, hiszen iszonyatos, amiatt, hogy az energia dotáva volt, és nagyon alacsonyan tartották az árokat, iszonyatos energiapazarlás volt, és emiatt a legnagyobb karbonintenzitások ugye volt Szociális országban voltak, és ennek nyögjük még most is a terhét a nagyon nem hatékony épület, épület állományukkal, ami továbbra is a világon a legenergia pazarlók közé tartozik. Tehát ez sajnos a, a szocialista örökség. Tehát én nem hiszem, hogy itt kapitalizmus-nem kapitalizmusról van szó. Abban teljesen igazad van, hogy a történelmileg fejlettebb országok, akik korábban elkezdték égetni az olajat és a szenet, és jobban élnek, emiatt több olajat és szenet égetnek, most is megégettek, sokáig azok felelősebbek. Tehát ugyanez az egyenlőtlenség, amit elmondtál, Magyarországon is nagyon megvan. Tehát Magyarország lakosságának a fele, az körülbelül átlagban 3,5 tonnát bocsát ki, még a legfőső 1 55 tonnát. Az EU-s átlag az, az olyan 6 körül van. Tehát ö, iszonyatos ö, nagy ö, a, a különbség. És most ö, most ezt lehet úgy is venni, hogy hú, vannak nagyon sokan, akik ebből arra következtetnek, tehát van nagyon sok olyan iskola, aki ebből arra következtetik, hogy ezt csak úgy lehet akkor megoldani, a kapitalizmust lebontjuk, és, és akkor ö, és, és, és megszüntetjük a, ezeket a, a gazdagokat. Én azt gondolom, hogy ha ebbe az irányba mondjuk nem fogjuk megoldani, mert akkor megint csak csak. Csak szétválasztjuk. De nem is arról beszélek, hogy megszüntetni a kapitalizmust, de arról azért beszélek, hogy mit mérsékelni ezeket a piaci mechanizmusokat, az állami szerepvállást intenzívebbé tenni. Azt Tehát, hogy bármilyen formában is azt mondani, hogy a szabadpiac nem tudta megoldani a problémát, hiszen a szabadpiac. Abszolút. Kreálta a problémát. Absolut. Tehát, hogy ilyen értelemben a szabadpiaci mechanizmusokat korlátozni, leépíteni kell. Absolut mert közösségi megoldások kellenek rá. Hát legalábbis ezeken a területeken én mindenképpen azt gondolom, hogy az állami szabályozás szerepe van. De fontos. az a értesz, hogy a klímaváltozás kialakulásában a szabadpiacnak meghatározó szerepe volt? Hát ezt, 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 így, ezt így nem tudom. Ezt, ezen így nem gondolkoztam. Azt tudom, hogy a megoldásban a megoldást nem tudom, hogy mennyire lehet szabadpiaci alapon uh -huh. megoldani, de tehát biztos, hogy, hogy a piacot valamennyire korlátok közé kell uh, szorítani. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezt lehet lehetőségként is nézni. Hiszen ha csak azt az egy gondolat kísérletet elvégezzük, hogy ugye tehát ezt a 10% és a fele. Ha ez a 10% a világ leggazdagabb 10%-a semmi más nem csinálna, csak az EU-s átlagra csökkenteni a kibocsátását. Az nem olyan nagyon rossz. Tehát ez nem, az, nem arról szól, hogy sötét barlang, hideg barlangokba kell visszaköltözni akkor az, és a többi semmit nem csinálna, tehát 90% semmit nem csinálna, érne úgy, mint Marci Hevesen továbbra is, akkor az egész világ kibocsátása egyharmadával csökkenne. Csak ez azért néz valószínűleg a kapitalista keretek között megtenni, mert ugye maga az egész kapitalizmus részben arra is épül, hogy olyan vágyakat, fogyasztási igényeket, sugározzon az emberek felé, amik nem valós igényeket elégítenek Abszolút. ki. Tehát, hogy nem feltétlenül az emberek fájnak arra, hogy minden évben lecseréljék a mobiltelefonjukat, de minden évben el van velük kitett, hogy az az a készülék, amit egy évvel ezelőtt vásároltak, már használhatatlan, alkalmatlan, új eszközre van szükséged, és most csak egy szeletét mondtam ennek, nagyon sok egyéb szeletét lehetne még ennek mondani. Tehát, hogy ilyen értelemben vannak azért a kapitalizmusnak olyan öntermelő, újratermelő mechanizmusai, amelyek hát csapdába szorítják az egyént, és nagyon nehéz egyénért megküzdeni, mert iszonyatos a csoportnyomás. Persze, de én nem azt mondtam, hogy ne vegyünk mindenfélében mobiltelefont, bár szerintem az nem jó megoldás. Én azt gondolom, hogy itt más üzleti modellek kellenek. Tehát azok az emberek, akiknek ezek a cégeknek az élén ülnek, vagy belenülnek az igazgató tanácsba, vagy ott vannak, azok, ha elkeznek aggódni a gyerekeik életért, akkor lehet, hogy elkezdenek gondolkozni, hogy az üzleti modellt kellene megváltoztatni. Nem feltétlenül abból kéne uh, még nagyobb profitot csinálni, hogy, hogy ha nem veszik meg uh, annyit, amennyit, uh, amennyit szeretnék, akkor minél gyorsabban elromlatom a dolgot, hogy mégis még vegyék. Ha még így se vesznek eleget, akkor beleteszek iszonyú sok marketingpénzt, és rengeteg pszichológust, hogy hogy tudom át átdrótozni az emberek hát, de ez az út Tehát ez látszik valóságnak. Tudom, de te, azt te, szeretném befejezni. Tehát, hogy, hogyha rájönnek, hogy, hogy ez az út oda vezet, hogy a gyerekének nem biztos, hogy van jövője, hogy a gyereke nem fog. Már most is nagyon sok ilyen emberek azért nincs unokája, mert a gyereke fél, és nem mer gyereket vállalni. Azért, amikor erre rájön, hogy Úristen, szeretnék unokát, és azért nincsen, mert az én döntéseim miatt lehet, hogy megváltozik. Abban egy üzleti modellváltás, hogy, hogy nem a mennyiséget akarom lenyomni az emberek torkán, hanem a minőséget. Hogy nem fast fashion, hogy nem minél több ócska műanyag vacakot nyomok le az emberek torkán, hogy dobják el két mosás után, mert olyan vacak lesz, hanem, hanem megprak minőségét eladni. Előbb-utóbb én azt gondolom, hogy változik, tehát a fiatalok, akik most nem sokára kikerülnek és szavazók lesznek, nem sokára ők lesznek a fő fogyasztók, ők már mást fognak elválni a cégektől is, és azok a cégek, akik előbb kezdenek ilyen gazdasági modellváltást és üzleti modellváltást, én azt gondolom, hogy, hogy ők hamarabb fognak nyerni. Nem tudom, hogy ennek mik köze a kapitalizmushoz, én remélem, hogy hogy, 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 lehet ilyen innovatív. Különösen a digitalizáció korában, különösen, amit, amit amúgy is láttunk a COVID után, ilyen hatalmas forradalmat végül is nagyon sok területen. Több interjúban is utaltam el erre, hogy szerinted mekkora a probléma az, hogy Hát gyakorlatilag mindenki annyit repület, amelyet a pénztárcája megengedte, tehát hogy ez egy ilyen teljesen diszkrecionális dolog, és hogy nincsen semmilyen módon sem szabályozva. És nyilván rengeteget vagy találkozol azzal az ellenérvel, hogy hát ugye a különböző kutatások alapján a repülés az összkibocsájtásnak nagyjából a 2%-áért felelős, mi a reakciód, vagy mi, mi a válaszod igazából arra a kritikára, ami azt mondja, hogy nem biztos, hogy az egyéni fogyasztás mérséklése az, ami a legfontosabb cselekedet lehet a klímaváltozás megfékezéséért? Én nem általában mondom, hogy az egyéni fogyasztás mérséklés, hogy fogyasztás mérsékeljük. Meg kell nézni, hogy mik azok a fogyasztások, amiket tökéletesen jól ki lehet váltani tiszta technológiákkal, vagy, vagy tiszta alternatívákkal. Sajnos jelen pillanatban a repülést, nem tudjuk megoldani tiszta technológiákkal, és még akkor is, ha most 200 a kibocsátásoknak, minden téren söpörni kell, ha valakinek, ha, ha, minden, ha nullára kell menni, akkor mindenkinek diétáznia kell, nem lehet, hogy ő. Ez az egyik, a másik. Nem az a bajom, hogy mindenki röpködjön, amelyet megengedhet magának. Nekem az a bajom, hogy jelen pillanatban a repülésnek az árazása, a beárazása az egy nagyon megtévesztő beárazás. Hát ugye a kerozinnak nincsen, tehát járul az európai Unió És ez kerületen. pedig a másik. Tehát most csak azt volt Ez egy politikai döntés. Itt, itt igen, itt, de itt több dologról van, van. szó. Szóval az egyik, hogy, hogy nincsenek adók. Persze, tehát minden politikai döntés végül is. De, hát ugye de azért ennek, nehéz. Ez, ha ezt most már kimondtad. Tehát, hogyha minden politikai döntés végül, akkor az is egy politikai döntés kell, hogy legyen, hogy például az általad szorgalmazott energiahatékonysági beruházásokat megcselekszi egy kormány, vagy nem cselekszi meg. Tehát ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy a politikának nem érdeke. Lehet, hogy van olyan politikai párt, aminek érdeke lenne, de ha nem kap támogatást a társadalomtól, nem kap támogatást a kutatóktól, nem kap támogatást a médiától, akkor hiába törekszik erre, nem lesz rá alkalmas. Tehát a kérdés az, hogy meg lehet-e úszni a klímaváltozás elkerülése érdekében azt, hogy politikai részvételt vállaljanak azok, akik ebben érdekeltek. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt fölvállalni akármilyen politikai bárnak, mert lehet, hogy fölvállalja, de belebukik. Mert nincsenek támogatói. Nem csak azért. Ha vannak támogatói, akkor is nem fogja tudni felmutatni, mindig csak a lakosság egy részének fog tudni felmutatni. Vagy a lakosság másik részének pedig úgy tűnik, mintha rosszat tene. Azért, mert egy politikai ciklus négy éves. És ahhoz, hogy ezeket az intézkedéseket meghozuk, ahhoz 20-30 év, év távlatában kell gondolkodni. De hát miért a Fidesz már 12 éve tud kormányozni? Tehát azért nem feltétlenül tudták. De nem tudták az elején, nem mondhatták, hogy 12 év múlva hát majd visszatérünk. Orbán, el a szabályozók nem az a hogy 2030-ig számolnak. Jó, én nem szeretnék most itt. Én csak azt akarom mondani, hogy, 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 hogy nem csak négy éves ciklusok lehetségesek, és lehet kialakítani bér- közpolitikák mellett olyan társadalmi konszenzust, hogy az adott esetben ciklusokon átível, vagy akár kormányzatokon is átível. Ha lenne ilyen rendszer, akkor biztos. Nem vagyok, abszolút nem vagyok ott. Hát csak hogy azért meg kell dolgozni. Jó, csak én nem látom, hogy, hogy hogy, ez, hogy, hogy lehetne ilyet kialakítani, mert ugyanakkor akkor meg az a veszély, ha meg rossz, rossz, a szavaztál, vagy az közben el, elszáll, vagy más irányba megy, akkor nem tudod megváltoztatni. Nem tudom. De jelen pillanatban az, hogy mind a politikai, mint a gazdasági döntéshozó rendszerek maximum négy évben, de a gazdasági döntéshozók még rövidebb ciklusokban gondolkoznak, és, így vannak beállítva, tehát hülyék lennének, ha nem így gondolkodnának, hát, vesztenének. Mert megtelték, mert nincsen rajtuk társadalmi kontroll. Nincsen semmifajta elszámoltatás vagy beszámoltatási kötelezettségük. Vannak a részvényeseik, vannak a tulajdonosaik, ami nagyon szűk és az ő érdekeiket kell kiszolgáltatni. Itt igazából érdekküzdelem van valójában. Az a kérdés, hogy azok, akik abban érdekeltek, hogy a klímaváltozást megakadályozzuk, hogy ne pusztuljon el, a földbolygó ne legyen, ne pusztuljon ki az a emberiség. az meg fog maradni, csak a Az élhető minősége megmaradjon, hogy azoknak az érdeke tud -e erősebb lenni azoknak a kevesetnek az érdekével, akik meg a profit felhalmozásban érdekeltek. Lehet, hogy így is lehet megfogalmazni a kérdést, de én azt gondolom, hogy nem is ilyen egyszerű, mert hiába gondolja nagyon sok ember úgy, hogy, hogy ez nagyon fontos. Nem biztos, hogy mégis ugyanaz az ember, aki, aki így gondolja, elfogadja azokat az esetleg eleinte kellemetlennek tűnő intézkedéseket. És ha már ezt megkérdezed, akkor valószínűleg a társadalomnak egy nagyon kis része mondja azt, hogy jó, eleinte becsukom a szemem, és elviselem, hogy most a körút közepén legyen az a biciklisáv, mert tudom, hogy előbb-utóbb jóra vezet, ha már lecsökken, de az eleinte én nekem kell kiszállni a kocsiból, vagy lezárjuk ezt a környéket, és akkor én nem mehetek haza autóval, és mit tudom én. Azzal meg nem lehet választást nyerni, hogy ez az a időjárási katasztrófa, ami nem történt meg. Ez az a vihar, ami, ez az a záradás, ami nem történt meg, mert én ügyes vagyok. Vagy ráadásul ez az, ami nem fog 2050-ben megtörténni. Tehát nagyon-nagyon nehéz, bárcsak igazad lenne. Te egy reprezentatív tudósa vagy, a Nemzetközi Tudós nagyon magas pozíciód van, széles körben ismert vagy, én azt gondolom, hogy te abszolút nem függsz nemzetállamoktól, kormányoktól, tehát hogy igazából érintetetlen vagy ilyen szempontból. A te politikától való távolságtartásod az a szakmai integritásod védelméről szól, mert azt gondolom, hogy ez szól tényleg inkább azt, hogy a legszélesebb közönségnek tudsz szólni, és megtarthasd a tudományos pozíciódat, vagy arról szól, hogy korábban olyan támadásokat kellett elviselned, vagy olyan módon kerültél a politika keresztüzébe, hogy azt gondolod, hogy te nem akarsz ilyen típusú traumáknak kitéve lenni. Nem, szerencsére nem erről nincsen szó. Két dolog. Az egyik az az, hogy. Csaj, három. Az egyik az, hogy ahogy így az életem története elmondtam, én mindig távol tartottam magam a politikától, nem is érdekelt, nem is akartam belemenni. Mindig utáltam minden visszájt, nagyon. Ö, ö, Visszataszítóak nekem általában pártpolitikai harcok, nagyon utálom a, a, a kampányokat, nagyon nem szeretem, amikor egymást ígyják az emberek. Azt szeretem, amikor szakmai érvekkel uh, folyik a vita, de hát sajnos ez szintesen milyen országban uh, nem történik. Így mindegy, nem ez a lényeg. De ez az egyik, hogy általában a politika nagyon unszimpatikus úgy, hogy van. De, de nem ez a lényeg. A legfontosabb az, hogy egy ENSZ tisztviselő vagyok, egy nagyon magas pozícióban van egy ENSZ testületben. Nekünk kötelességünk, hogy mi a kormányokkal együttműködünk. Mi ezt az utat választottuk hiszen bizonyos nagy globális problémákat gyakorlatilag csak a kormányokkal tudunk megoldani, a kormányokkal csak úgy tudunk együttműködni, ha konstruktívan állunk hozzájuk, minden kormány hibázik, minden kormánynak vannak, persze kisebb, nagyobb, minden, van akinek kevesebb, van akinek nagyobb, mindenkinek van sara, van akinek sokkal nagyobb kara, sara, de nekünk a, az észak-koreai -kormány, kormányon is ugyanúgy le kell ülnünk az enszüléseken, és ugyanúgy kell tárgyalnunk, és ugyanúgy komolyan kell venni, ugyanolyan szavazata van ezeknek a kormányoknak, mint mondjuk az Egyesült Államoknak, tehát ez pedig a másik, hogy én tisztségünkből sem szabad kormányokat kritizálnunk. A harmadik pedig, ha ennek vége lesz, és nem lesz a Kenc tisztviselő, azt gondolom, hogy akkor is, addig, amíg meg nem oldjuk ezeket a környezeti kríziseket, amikről beszélünk, most ezek nem biztos, hogy amiket mutattál, én, én a nagy környezeti válságokról beszélek, hogy ezeket megoldjuk, akkor is továbbra is főként a, a, a nagyipar és a, és a, kormányok azok, a fő, akik a legfőbb változásokat végre tudják hajtani, és azt gondolom, hogy hogy legjobban akkor is, a legnagyobb hatást akkor tudjuk elérni, ha velük konstruktívan együtt dolgozunk. Annak ellenére, hogy, 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 hogy hogy, hogy hibáznak, sokat hibáznak, de talán ha, ha együtt dolgozunk velük, akkor talán sikerül jobban rávenni őket, vagy más irányba terelni őket. Én ezt, ezt álmat, az egyéniségem is, és a munkám, és az eddigi munkakultúrám is ez volt, hogy, hogy mindegy, hogy kiülött, nekem együtt kell velük dolgozni, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és azt gondolom, hogy hogy ez... Hogy ez azért működött. Tehát azért már sokszor volt úgy hatásom ö, olyan területekre, amit ö, nem, akkor, ha most kiálltam volna és hőzünktem volna, az nem segített volna. Uh -huh. ö, azt megcsinálják nagyon sokan, és nagyon fontos, hogy megcsinálják. Ö, nekem nem, nem ez a harcom. Nem tud mindenki minden fronton harcolni, én kiválasztottam az én frontomat. Én emlékszem, hogy mikor értesültem először a személyedről. Én pontosan emlékszem arra a hírtév és bejelentkezésedre, ami Hát kifejezetten megrendítő volt, sem akarok igazából nem tudom nagy szavakat használni, de nagyon emlékszem arra, hogy én papi szinten fogyasztom ezeket a különböző politikai műsorokat, akkor is fogyasztottam, és ez nagyon élesebb megmaradt bennem, mert ilyen típusú érzelmi megrendültséget, egzisztenciális, Törést nagyon ritkán lehet látni Magyarországon élő egyenes adásban, tehát a, a nyíltságnak és az őszinteségnek egy olyan pillanatát, amikor lehet tudni, hogy van egy társadalmi kataklizma, van egy magánéhennek a ceu a beszántása, és ott egy kutatói karrier, egy személyes életút, stb. hirtelen zárójelbe kerül, amiben te évtizedek munkáját investáltad. Én azért szeretném, ha megnéznénk ezt, mert lehető, hogy a nézőink döntő többsége nem emlékszik már pontosan erre a felvételre, de szerintem ennek van egy nagyon kiemelkedő érzelmi jelentősége is. És szeretném, hogyha ezt most közösen megnéznénk, és aztán szeretném, hogyha föltetnék ezzel kapcsolatban egy kérdést neked. Próbáljuk meg. Pár pillanattal ezelőtt jött ki a hír, hogy a köztársasági elnök nem tartotta alaptörvény ellenesnek a Lex törvényként elhíresült törvénymódosítást. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és elnézést, ha nem leszek túl de ebben a pillanatban ért ez a hír, és nekem nagyon nagy csalódás, mert én, én nagyon hittem az elnök úrban. Hát igen, most, most nagyon, nagyon le vagyok sújtva. Tényleg kapott érte hideget, meleget, hogy miért pont most, uh, miért nem korábban döbbent erre rá, nem nagyon foglalkozott így a közügyekkel, tehát kutató, csinálta a dolgát, és vagy pedig úgy érezte, hogy jól mennek a dolgaink. Nekünk alapszabály, hogy mi nem politizálunk. Igen. Mi nem, különösen kormányokat nem kritizálunk se jobbra, se balra, sőt, még csak szakpolitikákat sem írunk nekik elő. Mi úgy próbáljuk a kormányok munkáját segíteni, hogy velük együtt dolgozunk és együtt keresünk, egy dialógusok során keresünk közös megoldásokat, hogy a világ, meg a Föld és a, az emberiség problémáit megoldjuk. Én nagyon szeretek az ENSZ-ben lenni, amiatt, hogy még akkor is, ha ha tudjuk, hogy sok probléma van, mégis mindenki az egymás, egymással nagy tisztelettel beszél. És így annyival ö, könnyebb ö, közös nevezőt találni, még a legnagyobb, még olyan problémákra is, és annyira különböző álláspontokat, és ipari érdekeket, és gazdasági érdekeket, és emberi érdekeket megtestesítő problémára, mint az éghajlatváltozás. Én... Továbbra is ennek a egyében szeretnék, eddig is ennek a egyében éltem, és ennek a egyében. Az azt jelenti, hogy nekem muszáj a politikától távol maradnom. A CEU beszántása az a szakmai pályafutásod legsúlyosabb törése? Nem, a szakmai pályafutásomnak egyáltalán nem törése. Nem. Hát a szakmai miért, miért befolyásolná a szakmai pályafutásomat? Hát az egy fontos intézmény, amihez kötődött a te. Magyarországi még most is ebben az intézményben vagyok. Az világos, csak az intézmény nincs nincsen Magyarországon. Hát nem a szakmai, ez az egyéni életem tragédiája, és, és nagyon sok, és most megint magam, mert nagyon sokunk tragédiája, mert még nem költöztem ki Bécsbe, de most nagyon sürgősen kell eldöntenem, hogy ki tudok-e költözni Bécsbe, és ezt hogyan hagyjuk meg családilag, és, és ez nem, nem egy könnyű dolog. És, és, nagyon sokunk a még mindig küzd ezzel a dologgal, és sokan ott kellett hagyják a ceu vagy ott hagyták a ceu vagy vagy hát kimentek, vagy csak ingáznak, tehát én nem akarok ingázni, tehát nem hagyom ott a gyerekeimet pár napra sem, úgyhogy ez, ez nagyon továbbra is egy, egy nagyon az, az, életemnek az egyik legnehezebb kérdése, igen. Tehát az a kérdés a család számára, hogy elhagyjátok Budapestet, és átteszitek a székhelyeteket Vécsbe? Nem szeretném most a családi dinamáinkat így nyilvánosan megbeszélni mert, annál okay. mert még nem tudtuk eldönteni jo. teljesen, hogy ez hogy lesz megoldva, de ez, ez én azt gondolom, hogy egyik vagy hát a legtöbb családnak nem, nem, nem volt könnyű, mert, mert szeretjük ezt az országot, mert nem véletlenül jöttünk ide, a legtöbbünk külföldről jött Magyarországra, és nem véletlenül és nem csak a, a, a CEU-t szerettük, hanem ezt a várost is szeretjük, ezt az országot, és, és a legtöbben nem akartunk és nem akarunk elmenni. Van egy fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy muszáj föltennem. Ugye azt lehet tudni, itt is elmondtad. Nem biztos, hogy megválaszol. Semmi baj, az arra teljesen, tehát minden jogod megvan rá hogy te bíztál az elnök úr, bár egy Álder Jánosról van szó, hogy nem fogja aláírni ezt a törvényt. Azt hiszem, lehet tudni, az ő feleség által alapított alapítványban szerepet vállalsz. Ugye ez a covid árvák megsegítését szolgáló alapítvány. Volt-e lehetőséged ezen keresztül beszélgetni Álder Jánossal a CEU ügyéről, és tudott-e neked bármilyen fajta magyarázattal szolgálni, ami igazolta ezt a döntését? A ceu úgy nem beszélgettem, most ez semmit nem fog segíteni. Az elnök urat egyéb más csatornákból ismertem meg, meg, a feleségét, és én, én őt, mint embert nagyon, nagyon tisztelem. Én azt gondolom, hogy egy olyan politikai helyzetben voltam, mert nem tudott más csinálni, és hiába csinált volna, valószínűleg nem segített volna. Tehát itt nem, valószínűleg azon nem múlt volna, de nem akarok belemenni, mert nem, nem értek hozzá, és én utána ebből kiszálltam vagy hát nem is voltam soha benne, csak, csak kétségbe, esettem, kétségbe estem, mert nem akartam elhinni, hogy, hogy ez megtörténik, nem akartam elhinni, mert tele van a CEU keresztény, hazafi, tehát minden, minden, a CEU minden van, pontosan azért, mert, mert, egy, mert egy, egy, egy szabad gondolkodású egyetem mindenféle, mindegy, nem akarok ebbe belemenni, a lényeg az, hogy, hogy hogy, hogy én az elnök urat nagyon tisztelem, nagyon, nagyon sok szempontból nagyon csodálatos embernek tartom, egy nagyon mélyen hívő ember, és Anita asszonyt is, és, és ezért állottam a covid árvák. Hát ezért is, meg azért, mert egy nagyon nagy problémának tartom. Tehát ez, ez szerintem egy katasztrófa, ami történik a világon is a COVID-dal kapcsolatban, de az, hogy csak januárban ismét száz új család jelentkezett hozzánk, hogy, hogy árvák újabb árvák lettek, és félelmeket szerintem ez, ez egy nagy tragédia is, és, és nyilván az ember nem tud sokat csinálni, de ha ezt legalább így tud segíteni, akkor próbáljon. Az megütött a filmet, hogy azt gondolt, hogy ő is a jobb belátása ellenére hozta meg ezt a döntését, hogy aláírja ezt a törvényt? Nem tudom, nem beszélgettem erről sem vele. Nyilván a kabinettjében dolgozom, vagy nem tudom, kabinet, vagy hogy hívják, tehát a, a csapatában dolgozom több szintén kiváló emberrel, nagyon-nagyon-nagyon kiváló ö, emberek vannak. Velük, amennyit beszélgettem, én, én úgy gondolom, hogy, ö, hogy az alapján, ez egy olyan helyzet volt akkor, hogy... Nem tehetett mást? Hogy, 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 vagy, vagy nem tehetett mást, vagy hiába is tett volna mást. Ürgeforzat Ziána, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm, hogy minden kérdésemre válaszoltál. Jó volt veled beszélgetni. Kérlek, hogy majd gyere máskor is, mert nyilván egy olyan témának vagy a kutatója, amely abszolút aktuális, nem csak most, a következő években is az lesz, és visszavárunk a stúdióba, vagy akár az újabb eredményekről, akár az IPCC következő jelentésről, amikor már nyilvános lesz, tudjunk élményültem beszélgetni, mert fontos a téma. Köszönöm szépen, akkor a reklám helyében mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy április 4-én hozzuk nyilvánosságra nagyon fontos jelentésünket, amiből remélem, hogy sok ilyen kérdésre mélyebb választ kaptok majd. Én már most meg is ígérem neked, hogy az április 4 i héten várunk téged a Spartakos színű hogy ismertesd a legújabb eredményeiteket. Nagyon szívesen eljövök. Köszönöm szépen a megkívást. Én köszönöm még egyszer. Ez volt a beszélgetésem mire Forzac Diánával, hogyha szeretnéd látni a teljes beszélgetést is, akkor vagy fizess elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban, vagy pedig látogass el a podcast platformjainkra, ahol korlátozás nélkül hangban meg tudod hallgatni ezt a beszélgetést is. Spotify-on, Google-on, Apple-on, az összes fontosabb podcast platformon megtalálod a Partizán csatornáját is. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha van bármilyen kérdésed, vagy észrevételed az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. A videó minél szélesebb körül eltéredéséhez pedig kérlek, hogy pörgesd az algoritmust a like gomb használatával. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. hamarosan találkozunk, addig is ciao.